Nagy érdeklődés övezte az idén első alkalommal megszervezett eseményt, ahová a község iskoláiból szép számú látogató érkezett. Fontosnak érezzem ezt az eseményt, hogy megtudjam, milyen szakok is vannak, meg hogy milyen legyek, hogyha fel. A hőszivattyúk gyártásával foglalkozó zentai cég elengedhetetlennek érezte az eseményen való részvételt, ugyanis a generális problémának számító munkaerőhiány őket is sújtja, és véleményük szerint erre az egyik megoldást a fiatalok inspirálása jelenti. A munkaerő utánpótlást el kell kezdeni nevelni és felkészíteni a munkaerő piacra 5-10 évvel azelőtt, mielőtt kikerülnének. Meg kell ismertetni fiatal korba, gyerekekkel, fiatalokkal, hogy milyen kiváló munkalehetőségek is rejlenek a községünkben, ahol tudnak dolgozni. A most első alkalommal megtartott Karrier Expo 15 cég mutatkozott be a munkaerőpiac széles skáláját lefedve. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek, mivel nagyon nehezen juthatnak be cégekbe, akkor a cégeket hozzuk ki hozzájuk, mutassuk be, milyen hivatásokat, milyen pályát választhatnak, milyen cégek vannak jelen a környezetünkben, hogy akár a jövőben is motiváltak legyenek. A zentai önkormányzat szerint ahhoz, hogy a község polgárai helyben tudjanak boldogulni, a közösség virágzó tudjon maradni, ahhoz tisztában kell lenni a saját munkaerő szükségleteinkkel. Mondta el Juhász Attila, oktatással és művelődéssel megbízott tanácstag. Hogyha ezzel tisztában vannak, akkor valóban a közösség igényeihez tudunk igazodni. Tehát ez egyfajta kölcsönös jövőépítés. Tehát, hogyha már a 7.-8-osokkal foglalkozunk, hogy milyen iskolát válasszanak. Ha a 7.-8-osokkal tudják, hogy milyen szakmák az, amelyekre zentán számíthatnak, akkor tudnak úgy szakmát választani. Ez az önkormányzat ösztöndíj politikájának is a lényege. Egyébként Zenta községben jelenleg hiány szakmának számít a mérnök, jogász és a pedagógiai pályán a különböző szaktanári foglalkozások.